Izgalmas babaszínházi előadáson vehettek részt a legkisebbek, szüleik és nagyszüleik a Vekerlei Kultúrházban. A darabban főleg a hanguké és a mozdulatoké volt a főszerep, amely ezt a korosztályt még teljesen leköti. Az előadás nem hagyományos történetet mesélt el, hanem a képek beszéltek a szavak helyett. A gyermek első találkozása a bábszínházzal meghatározó számára. Ezért is fontos, hogy ez igazi élmény legyen. Mindenképpen ilyen volt a Körforgások című előadás is a VKK-ban. A nagy terem zsúfolásig megtelt gyerekekkel és szüleikkel. Volt, aki a szőnyegre ült, és volt, aki az anyukája vagy apukája ölében nézte meg az előadást. Judit most hozta el először kislányát Zsófit színházba. Szeretné, ha a gyermekét sok új benyomás érné, már egészen kiskorától kezdve. Miért jöttek el a színházba? Hát szeretném, hogyha babámat minél több élmény érni, mert már kezd mozgolódni, meg kezd neki kitárulni a világ, és akkor így szeretném, ha így zenével, mozgással, mindenféle ilyen dolgokkal, minél érdekesebb dolgokkal találkozna. Elég sokat mozgunk vele mindenhova járunk. Hova szoktam? Az országon belül is sokat autózunk, amúgy társaságba járunk másik babákkal, ilyen kismama jógás körből. Most vettem például jegyet baba koncertre, úgyhogy most így igyekszünk mindenfélét kipróbálni. Fontos, hogy ők sok élmény érjen? Igen, nagyon. Most úgy érzem, hogy szívja magába az élményeket, meg az információkat, mint egy kis szivacs, úgyhogy most van itt az alkalom, hogy tanuljon mindenféléket. A Körforgás című darab hangokra, ritmusokra, zenére épülő báb előadás. Az ősi ritusokat, belénk ivódott lenyomatokat a világról, mindent, ami körülvesz, ismétlődik. Az élet körforgását, mozgását adja vissza az előadás. A hangoké, a mozgásé, a látványé a főszerep a mondott szöveggel szemben. Az előadás megnyitja a képzeletvilágát és asszociációkkal vezeti a gyermeki figyelmet. Miért fontos mondjuk, hogy nincsen szöveg, hanem csak zajok, zörejek? Én azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak még nem feltétlenül a szavak és a konkrét történet a fontos, hanem a színek, a különböző hanghatások, a ritmusok, amik már ismeretesek számukra. Természetesen vannak olyan babelőadások is, amik mondjuk mondókázásra, éneklésre épülnek, de a miénk kifejezetten tényleg a legkisebbeknek szól, és ilyen hangi csellásokra, ritmusokra épül. És hogyan állítottátok ezt össze? Hát természetesen nagyon sok baba előadást megnéztünk, és játszottunk is már különböző baba előadásokban, és hát ez egy folyamatos figyelem, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy konkrét előadásunk, amihez által zég ragaszkodunk, hanem nyilván interakciókra is épül, tehát hogyha azt érezzük, hogy itt túl gyorsak vagyunk, vagy túl hangosak, akkor azonnal váltunk, tehát ez egy folyamatos figyelmet és adott esetben változtatásokat igénylő műfaj. És mit ad ez a gyerekeknek? Hát én azt remélem, hogy minél többet, tehát ugye ez a majdani későbbi színházi viszonyt készíti elő gyakorlatilag, tehát hogy reméljük, hogy a későbbiekben is egy színház szerető és egy színházat tisztelő és kedvelő emberek ké válnak majd ezáltal is. Aranyszamár Bábszínház 20 évvel ezelőtt alakult.
először egy romos istálóban kezdtek próbálni, első előadásukat pedig egy autó tetején tartották meg. Az egész színház ötlete egy Baranya megyei kisfaluban született meg érsek Csanádi Gyöngyi alapító fejében. A többi tag Budapestről járt le hozzá, hogy az istálóban próbáljanak. Először csak a környező falvakban léptek föl, később már az egész megyében ismerték a nevüket. Ahogy telt az idő, a fellépések sűrűsödtek, a Báb Színház végül a fővárosba költözött. Jelenleg a színháznak két állandó tagja van, érsek Csanádi Gyöngyi és Baranyai Anita. Azonban mindig igyekeznek különböző meghívott vendégekkel dolgozni, rendezőkkel, tervezőkkel, színészekkel. Mi a jó, vagy mi a nehézsége mondjuk gyerekeknek játszani? Hát az őszinteségük, tehát igazából ezt mindig el szoktam mondani, hogy ugye belőlük nem lehet és nem is kell természetesen kicsikarni semmiféle reakciót, tehát vagy jön, vagy nem reagálnak tetszésük szerint, tehát hogy nem olyanok, mint a felnőttek, akik már megtanulták és bele nevelkedtek egy ilyen színházi kultúrába, hogy az előadás végén tapsolni kell, vagy ha van egy úgynevezett poén, akkor azon illik nevetni, tehát ők nem, ők úgy reagálnak, ahogy az nekik kényelmes vagy kellemes, és itt nem is a tapsa mérvadó az előadás végén, hanem egy-egy közben gügyögés, egy-egy gurulázó kacaj, amit kapunk. És ugye láttunk arra is példát, hogy hogy ébredezik egy ilyen kis ásítozik, úgy, mint te. Nyújtóztatja a kis testecskéjét. Ide, Bona, azaz, úgy tudod forgatni, azaz, anya is nagyon ügyes, igen, és elindulsz. A Baba Színházak világában az előadás nem hirtelen meghajlással ér véget. Mindig van egy levezető rész a végén, közös játék a gyerekekkel. Így válik az előadás a gyerekek napjának részévé, és nem egy elszigetelt színházi produkció lesz számukra. Az előadás legvégén a gyerekek bemehettek az előadás terébe is, és kipróbálhatták a pörgő-forgó díszletet. Az Aranyszamár Bábszínház nyáron majd tábort is tart a KMO szervezésében a Kispesti Kaszinóban.